Kovácsné Pintér Renáta rajzaiból nyílt kiállítás a Rozgonyi iskola galériájában. Az intézmény pedagógusa korábban már állított ki képeket különböző eseményeken, ám most először nyílt saját tárlata. Mint egy másfél évtizede kezdett el komolyabb szinten rajzolni Kovácsné Pintér Renáta. A pedagógus az alkotásaiban mindig az embert helyezi a középpontba, és a realista ábrázolásmódot igyekszik vegyíteni a fantazi világával. Renáta esetében a tervek megálmodása és azok elkészülte között akár több nap is eltelik. Nagyon változott, és én sose tudom megmondani, hogy egy-egy munka mennyi idő alatt készül el. Igazából azt tudom megmondani, hogy hány CD-t hallgattam meg közben. De hogyha így utána számolok, hát napok kérdése. Tehát napok alatt, több nap alatt készül el. Van olyan, ami több hét alatt, de mondjuk ez nem azt jelenti, hogy olyan sokáig rajzoltam, hanem voltak közte szünetek is, amikor egy kicsit megálltam. De ugye napok kérdése, hogy elkészül egy kép. A kiállítást Jeszenői Csaba nyitotta meg, aki szerint a gyermekekben megvan az ösztön arra, hogy alkossanak. Ő éppen ezért is tartja fontosnak, hogy a legifjabb generáció képviselői lássák a tanáraik alkotásait, hiszen inspirálhatja őket a kreativitásuk kamatoztatására. Az üzenetet talán inkább kérdésekben vagy kérésekben fogalmaztam meg a gyerekek felé. Annyiban, hogy keressék azt a két utat, ami járható a művészetek felé. Egyrészt próbáljanak befogadókká lenni, hogy tudják értelmezni az alkotásokat, vagy gondolatokat keltsen bennük. A másik pedig, mivel gyerekek, fiatalokról van szó, ezért azt az utat is elkezdhetik járni, és majd kiderül, hogy van-e tehetségük hozzá, hogy önmaguk is alkotókká váljanak. A kiállított rajzok egy hónapig láthatóak a Rozgonyi iskola galériájában.